Irodalmi előadást tartottak a Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban. A programon Törő Zsóka Képzeletem szárnyain című kötetéből olvasta fel kedvenc verseit. Törő Zsóka nyugdíjba vonulása óta ír, kedvelt témái közé tartozik saját lelkisége, emberekhez fűződő kapcsolata, de az örömről és bánatról is születtek már versek. Az író híradónknak elárulta, várható a jövőre jelenik meg új kötete. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, azzal a céllal, hogy minél közelebb vigyék az irodalmat az idősebb korosztályhoz. Takács László irodalmi körnek vagyok most a tagja pár éve, akik a könyvtárban működnek, ott is mindenféle rendezvényeken részt veszek. Volt már 2 könyvbemutatom, 3 kötetem van, és most a harmadikat hoztam el ide, amiből még tudok ugye bemutatni, az első 2 az kicsit körülményesebb lenne. Lényeg az, hogy nagyon szeretem a verseket, mert én magam is olyan lírai alkat vagyok, és ebben kifejezem az érzelmeimet minden téren, a családdal kapcsolatban, a természet szépségét, aztán örömöket, fájdalmakat, mindent, ami körülvesz és ami történik velem.